Kozvat Vudit már tavaly el akarták vinni. Nekik ez lenne a legkönnyebb. Nem a legkönnyebb. Én nem tudom, mert fogalmam sincs, de csak megnézem ezt a rettenetesen sok terhet. Most papagájnak érzem magam, tényleg. Sokkal kisebb teher szétrobbant egy embert, és ami az ön vállán nyugszik, egyrészt bevállalta betegséget, nem? De az, hogy az unokájának hogy az unokája legyen, azt meg ők akarták. Lelkiismeret. Az enyém néha zavaros nagyon. Az egészért, ami az elmúlt években történt, mindenért zavaros. Sokszor valószínűleg ezért nem tudok aludni. Mert ha akkoriban ott hagytam volna Willit, amikor visszakönyörögte magát, akkor most nem itt tartanánk valószínűleg. Biztos. Nem vette azt még észre, hogyha egy ember egy adott súlyú problémát nem old meg, és tegyük fel az élet ez arról, hogy megszűnjön, hogy egy másik formában, kicsit később, ugyanúgy visszajön. Igen. Már rájöttem, csak addigra már késő volt, ugye. Mindig későn jövök rá olyan dolgokra, amikre már évekkel ezelőtt rá kellett volna jönnöm. Az a helyzet, hogy most sem késő, csak viszont itt a kérdés az, hogy merje vagy nem. Mert az, hogy ennek az embernek az élete milyen lesz, aki meg fog születni 4 hónap után, egyelőre nem sok esély van, hogy az érettségiét ön megvárja. Hát nem. És akkor milyen élete lesz? Amiben ön is benne van. Nehéz, sajnos. Nehéz, mint a miénk. Pedig az ember nem ezt akarja neki. De ezért szükséges, hogyha nekem nehéz, akkor más életét is megpecsételni? Nem. Hát nem volna törvényszerű. Akkor miért, amíg van a legkisebb esély? Jobbá tenni az ő életét? Mivel tudnám én jobbá tenni az ő életét? Azzal, hogy elszakítom az anyától, és más neveli fel? Lányától megkérdeztem, hogy ő éretnek vagy éretlennek gondolja magát a beszélgetés végén, mert előtte ő azt mondta, hogy felnőtt. Bizonyos szempontból felnőtt, bizonyos szempontból serdülő. Ön is azt mondta, hogy egy felelősségteljes kemény emberről van szó, aki egy csomó mindent előbb is tudott, és hogy jobban is helyt tud állni az életbe. Igen. De a végén azt mondta, hogy éretlen. Mihez? Úgy globálisan mindenhez? A gyerek fel. A babához? Igen. Mondjuk ezt otthon nem mondja, és nem is érezteti senkivel, hogy ő most kezd el félni a gyerek neveléstől. Tudja, én úgy érzem, hogy a szülők felelőssége mindaddig tart a gyerekeik iránt, amíg ők el nem mennek. A Kitty valahol már ott hagyott engem. Az, hogy közös házban, közös háztartásban élünk, az már jóformán semmi. De még mindig a nagyámja. Igen. Míg férjhez nem megy. Akkor is a nagyámja. Nem ment férjhez meg. Még nem. Tehát a nagyámja. És ahhoz gondolom, én nem tudom, hogy zajlik, hogy férjhez menjen, ahhoz a gyámnak a beleegyezése is szükséges. Igen. Mert 16 éves korában lehet férjhez. És ő akar is.
Én egyet tudok. Amíg én látok valamiben 5% esélyt, hogy valami ne úgy történjék be, meg, én addig harcolok. 5%-ért. Én is ezért az 5%-ért harcolok most. Mi az az 5%? Az orvosok azt mondták, hogy ha megműtenek, akkor 95% esélyem van arra, hogy nem gyógyulok meg, hogy nem jövök le az asztalról. Aha. Akkor ez az 5% az, hogy nem műtettem meg magam, hanem megpróbálok más módszerrel meggyógyulni. Ebbe igaza van. De miért nem csak önmagára figyel, és hogyha úgy érzi, hogy bizonyos felelősségteljes dolgok meghaladják az erejét, miért nem kér segítséget? Mert nem segít senki. Te nem is kér. Amikor kértünk, akkor se segítettek. Gyámügyről beszélek. Én meg a gyermekjóléti szolgálatról. És a gyermekjóléti szolgálat most nem. Nem mer dönteni? Kicsoda? Gyermekjóléti szolgálat. Nem az, hogy nem mer dönteni. Kijönnek, és akkor az a téma, hogy van-e otthon hús, mikor takarítottál, mikor mostán látom, megint tiszták a függönyök. Ebben nyilvánul meg. Meg az, hogy a gyerekeket átnézik az óvodába, hogy tetvesek, nem tetvesek, tiszta ruhája. És akkor eldöntik, hogy 20 gyerekből 12-nek pszichológushoz kell járni. Tudja, ilyen kevés idő alatt dűlőre jutni igazából nem lehet. Én egyetlen egy dolgot tartanék szem előtt, hogy ha elmegyek, úgy fogok elmenni, hogy én mindent megtettem, mindennel kapcsolatosan, amit tudtam, vagy nem. Igen. Ez fogja megszabni az ön akkori lelki állapotát. Igen, ezt tudom. Kit édesanyja azt mondta, hogy tudja. Mindig dolgok általában ott egy adott helyzetbe fognak elválni. Ez a Kit édesanyjának a felelőssége. Remélem, hogy azt is, ami lesz, azt is fel tudja majd vállalni. És ön bevállalja? Igen vagy nem? A doktor úr ismét rávilágított arra, hogy én vagyok a felelős. És aki holnap jön, a 2 év börtönbüntetésre ítélt, most 5 hónapos terhes Simek Kitti. Biztos vagyok benne, hogy az én babám a számomra soha nem lesz kolont. Ha ön is szívesen jelentkezne a műsorba, hogy problémájáról dr. Csernussal beszéljen, hívja a 061-413-0873-as telefonszámot. Ne vállalja? Igen vagy nem?